Gyerekek! Ez tükrözi a személyiségedet. Ez a személyiségem a fejemen van. Szóval, sziasztok! Én Dezső Bence vagyok, és ebben a videóban múlt hét végén történt eseményekről fogok nektek mesélni. Remélem tetszeni fog ez a videó. Jó szórakozást! Kívánok! Okay. És mint már mondtam, sziasztok, a nevem Dezső Bence, és ebben a videóban arról fogok mesélni, hogy mi történt velem múlt hét pénteken. Egy eléggé esemény dús éjszakának voltam a résztvevője, és erről fogok nektek mesélni, ezen belül is az egyik kis momentumról, ami éppen volt egy házi buli kellős közepén. Hát nekem a vége volt a bulinak, de ezt majd megértitek. Még mielőtt belekezdenek a videóban, a Playboynak idén is elindult az év férfia nevezetű versenye, amin én is jelölt vagyok, szóval én is tudok 19 évesen lenni az év férfia. Ne kérdezz hogyan, de buzdítom az embereket arra és a nézőimet, hogy kérlek, szavazatok rám, szálljatok meg egy szavazattal, illetve többel, mert minden egyes nap lehet szavazni, ott lesz a link a leírásban, és kérlek, hadd legyek én az év férfia. Ha megnyerem, elmegyek alsó nadrágba a Deák Ferenc térre. Ezt nem kellett volna kimondanom. Mindegy, lássuk a videót! Szóval a múlt héten történt eseményekről, múlt hét végén történt eseményekről fogok nektek mesélni, azon belül egy éjszakáról. Alapvetően ezt a videót egy komoly videónak tervezem, nem feltétlenül szeretném elpoénkodni, csak beszélni szeretnék erről a jelenségről veletek, mert hogy nektek is várom a reakciótokat és a véleményeteket a komment részlegben. Mindenkinek meg kell az adott véleménye, szóval nyilván várom is, el is olvasom őket. Szóval egy pénteki napot írtunk, múlt hét pénteket, és Ábrahám barátom, tudjátok, az a magas, jóképű énekes. Régen itt voltál. Mondd meg, hol van a tűz. Felhívott engem, hogy menjünk már ki az éjszakába. Nagyon rég találkoztunk, tényleg, mert én Erdélyben voltam, szilveszter volt, stb. És hát bulizzunk egyet, illetve érezzük jól magunkat. És úgy volt az egész történet, hogy ide jönnek hozzám a lakás elé egy autóval, szóval az ő ismerőse, barátja ide hozza őt autóval, és innen megyünk tovább, szóval engem felvesznek. Ketten ültek a kocsiba plusz Ábrahám, és mondták, mikor beültem, hogy csá, van egy házi buli, de oda úgy tudunk menni, hogy Ábrahám barátjának a barátja van meghívva. Szóval én kb. Ilyen ötöd személy voltam, aki meg lett volna hívva a listán. Odaérkeztünk az apartman elé, és kettő lány lejött és felengedtek minket. Először fel se akartak engedni, mert látták, hogy nem helyi hülyék vagyunk. Felmentünk, és ilyen 16-18 éves srácok, lányok voltak. Tök jó volt, mert bementünk, és engem is Ábrahámot nyilván a 90%-a felismert az embereknek, és ez nekünk mindig nagyon jól esik. És a dumálgattunk mindenkivel, odajöttek. És mert a szokásos, hé bátya, te mit keresel itt? Szevasz Ábrahám, nagyon jó a hangod, te vagy a Dezső Bence, nem? Te Dancsó Peti vagy? És tényleg volt, akinek úgy mutatkoztam, hogy Dancsó Péter. És tekintettel arra, hogy elég sokan ittasak voltak, volt, aki elhitte. Fel lehet írni a számlámra, jó poénnak tűnt. És nagyon sokan jöttek oda, hogy szeretik a videóimat, sőt, ha nem mindenki jött oda, hogy szeretik a videóimat, és nagyon bírnak engem, ami nekem nagyon jól esett. És volt egy srác, aki nem vagyok ellene, egyszerűen, sőt, tisztelem azt, amit úgymond csinált velem, csak nem akarom lelőni a poént előre. Szóval az volt, hogy volt egy srác, aki bent volt a szobában, nem is volt kint, a többiekkel mi kint voltunk a nappaliba, és ott bulizgattunk, és elfogyott a piájuk, és mondták négyen, hogy menjünk már el a boltba, és vegyünk piát. Én mondtam Ábrahámnak, hogy menjünk piát venni a többiekkel. Elrángattam onnan Ábrahámot, mert ő egy olyan személyiség, hogy bárkivel bármikor találkozunk, el kell spanolni vele, szépen nagyon bírom benne, és elhoztam onnan, és lementünk piát venni. Ott a dohányboltba, ott poénkodtunk, nem tudom mi, írja fel a számára, jövő hónapban kifizetjük, nem tudom mi, majd fizes ki te, stb. Aztán felmentünk vissza az apartmanba, és amikor nyílt a lift, úgy volt, hogy a liftből kijöttél, balra a folyosó végén volt az ajtó, és ha nyílt a lift ajtó, és akkor hallottam, hogy az a srác, aki eddig benn volt a szobába, aki eddig nem is tudtam, hogy létezik, vagy hogy ott van a buliban. Az mondta, hogy elküldjem-e ezt a Dezső nem tudom mit, valami drágárat mondott talán, és igazából senki nem mondta azt, hogy nem, tehát nem hallottam nemleges választ, csak ő szerette volna, hogy ne vegyünk részt a buliban. Befordultunk a folyosón, végigmentünk, és akkor kérdeztük Ábrahámmal, hogy na, mi a helyzet, és akkor mondta, hogy hát pára nem szeretnék, hogyha ott lennénk a buliban. Lehetséges, hogy ezt csak ő nem szerette volna, mi már utóbb kiderült, mert hogy nem bírt engem. Nyilván mondtuk, hogy ez nem para, oké, mert mások által voltunk hívva, mi nem is voltunk direktben meghívva, szóval egyáltalán nem gáz a helyzet, és lementünk a legalsó szintre, és ott dumálgattunk mi egy kicsit, mielőtt távoztunk a helyről. Viszont mielőtt távoztunk volna, srác lejött, és itt jött az est fénypontja. Legalábbis számomra, ami legfurcsább volt így az 5 éves karrierem alatt, ilyen még soha nem volt. Lejött a srác, és akkor kérdeztük, hát
nem kérdőre vontuk nyilván, hogy na, mi a helyzet, hanem így megkérdeztük, hogy miért nem szerette volna, hogy ott legyünk a buliba. És egyébként, amit tiszteltem benne, és ilyen még tényleg nem volt, hogy szemmált velem és mondta, hogy velem van baja, mert hogy nem szereti azt, amit csinálok, és ellenszenves neki ez az egész magyar YouTube, ami jelenleg zajlik. És hiszitek, hogy sem tényleg nem volt 5 év alatt, aki szembált volna velem, és direktben megmondja azt, hogy egyszerűen nem szereti a videóimat, vagy nem szereti, amit csinálok. Nekem ez esemény problémám nincs, a srác tényleg tök korrekt volt, nem volt úgy ellenem, hogy most megverek, vagy stb. Nem volt ilyen verekedés, vagy hasonló. Mert általában azok a reakciók a 99,999%-ban, hogy nagyon jók a videóid, imádlak, nagyon rég követlek, rajtad nőttem fel, stb. Ez a rajtad nőttem fel elég furcsa, 4 éve videózom, nem tudom, hogy nőttél fel rajtam, mindegy. És mondta a srác egyébként, hogy nem bírja azt, amit csinálok, mert hogy tartalmatlanok a videóim. Nyilván mondtam, hogy ezt fogja mondani, mert rengeteg videósnál láttam, és nálam is volt 30-40 komment már ebben az évben, tartalmatlan lett az adott videó. És ezt bánom egyébként, hogy nem kérdeztem rá, hogy miért gondolja azt, hogy tartalmatlanok a videóim, mi számítana tartalomnak abban a napi vlog formában, amit én szoktam csinálni. Példának vegyük azt a videómat, amikor felmentünk a Citadellára, és ott, vagy a Normafára, vagy nem tudom hova, és ott elakadtunk a nagy hóban, és akkor ott csináltuk a videót, hogy el vagyunk akadva, megjött a rendőrség, megjöttek a mentők, felismertek engem. Vagy amikor kimentünk a huszárhoz, Miskához, a huszárhoz, vagy ilyesmik, amikor csinálunk valamit. A napi vlog formájában nem hiszem, hogy ennél többet ki lehetne hozni az egészből. Már az, amikor fél órát dolgozunk azzal, hogy az esernyőm lézerkarddal változzon és úgy tudjam forgatni, pontosan képkockára, az elég nagy meló. Szerintem ez azért vicces és tartalmas, de nyilván vannak, akik nem értenek velem egyet, és én ezt meg is értem, csak tényleg érdekelt volna az, hogy mi számítan a tartalomnak a napi vlog kategóriába. Szóval igen, elég furcsa volt ez nekem, viszont ezt is megértem, hogy találkoztam egy utálommal, egy olyan ember, aki nem szereti a videóimat. Semmi bajom nincsen vele, tényleg én tisztelem azt, hogy felvállalta azt, hogy nem szereti a videóimat. Körülbelül ennyi, amit el szerettem volna nektek mesélni, ez volt az éjszaka, és ez volt furcsa nekem, illetve feladódik ez a kérdés, ezt még a videó végére szeretném leszögezni. Ha csinálok egy olyan videót, amivel napokat dolgozok, szépen megszínezem, jól van vágva, viszont nem napi vlog, nem olyan videók, amiket szoktam csinálni, hanem komolyan beszélek valamiről, akkor higgyétek el, tapasztalatban mondom, 4-5 évet csinálom ezt a dolgot, nem fogja megnézni csak ilyen 80-90 ezrem, max 100 ezrem. Hogyha csinálok egy napi vlogot, akkor az első 3 órában meg fogják nézni, hogyha jó 100 000-re. És itt adódik a kérdés, ami nagyon kíváncsi vagyok, akkor velem van a gond, hogy ilyen videókat csinálok, vagy a tömeggel, akinek ez kell, mert ugye sokkal többen megnézik, majdnem 4-szeresen megnézi, mint egy ilyen komolyabb kis sokat dolgoztam vele videóval. És ezzel kapcsolatban várom a ti véleményetek ott a komment részlegben. Nyilvánvalóan lesznek olyan videóim is, mert tényleg szeretnék, mert nagyon régen voltak, hogy komolyan beszélek egy dologról, magamról beszélek, de nem úgy, hogy így leülök, hanem mutatom, stb. Ezek a jövő zenéi, nyilván azokkal többet kell dolgozni, de remélem, hogy el fog érni az eredményét majd, és sokan fogjátok látni, és sokatokat fog szórakoztatni. És ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy elgondolkodtató volt, és le fogjátok írni a véleményeteket. Én Dezső Bence vagyok, és sziasztok! Bring it back.